Sok fiatal álmodozik arról, hogy majd egyszer színész lesz. De ha nem is színész, a színház világában képzeli el életét rendezőként, koreográfusként, táncosként, de ugyanígy vonzó lehet sokak számára a média világa is, filmes szakembernek lenni a kamera egyik vagy másik oldalán bizony nem könnyű, de gyönyörű hivatás. Hogy álmainkat valóra váltsuk, fontos, hogy jó szakemberektől tanuljunk, mindenre pedig lehetőség nyílik a Marosvásárhelyen, a Művészeti Egyetemen. Hogy mi várja a jelentkező diákokat az egyetem berkein belül, nyílt napok keretében tudhatják meg az érdeklődők április 26 és 30-a között. A részletekről Kós Annával, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem magyar karának dékánjával beszélgetek. Szeretettel köszöntöm. Én is köszöntöm. Üdvözlöm a nézőket is. Tegnap óta zajlanak már a nyílt napok. És akkor az lenne a legelső kérdésem, hogy mekkora az érdeklődés, azért már lehet látni, hogy hogyan is zajlanak. Igen, hát az érdeklődés ezek iránt, a tevékenységeink iránt mindig nagyon nagyok, tehát hogy nagyon kíváncsiak az emberek erre. Maguk a diákjaink is nagyon kíváncsiak erre, tehát nagyon szeretik látni azt, hogy a kollégáik azok hogyan mutatkoznak meg egy-egy produkció keretén belül. És hát nyilván a város lakói is kíváncsiak erre, elsősorban a fiatalok, igen. Fontos azt tisztázni egyébként, itt műsor előtt is pont beszéltünk arról, hogy vannak ugye a nyílt napok, és vannak a nyitott kapuk, amik most zajlanak, tehát helyesbítenék egyébként, hogy miben különbözik a kettő? Hát a nyílt napok az a középiskolás diákok számára szerveződik. A Marosvásárhelyi Magyar Diák Szövetség szervezi. Ennek mi nagyon örvendünk, mi az egyetemek, mert hogy ugye az orvosi egyetemre is ellátogatnak, a Sapienciára is ellátogatnak, és hozzánk is ellátogatnak ezek a középiskolások, 11-12-esek. Két óriási hullámban lepnek el minket, ezt azért pontosítom, mert ugye az orvosi egyetem is nagy egyetem, a Sapienciának is borzasztó sok szakja van, és az is egy ilyen nagyobb egyetem. Mi egy kicsi egyetem vagyunk, mert ugye a művészeti profil az ezt implikálja, tehát nincs amiért 200 színészt, magyarul beszélő színészt bocsássunk évente. A világba. Tehát amikor jönnek ezek a középiskolások, akik ugye kellő számban vannak az orvosi egyetemhez képest, vagy a Sapienciához képest, hát mi, a mi egyetemünk megtelik velük, és hát nekik főleg improvizálni szoktunk, meg hát megmutatjuk, hogy hogyan folyik a munka a különböző szakokon, az órákon. De nem produkcióval készülünk, vagy nem előadásokkal, hanem egyszerűen csak beszélgetünk velük, és elmeséljük nekik, nem én, hanem a diákok, tehát általában a diákok, igen, hogy mi is zajlik, és hogy érzik ott magukat, és hogy a terveik beváltak-e, hogy ők is, amikor 11-12-es korukban ellátogattak az egyetemre, és látták, hogy ahhoz akkor, hogy éreztek hogyan magukat. Alakult. Igen. Tehát ez igen. A nyílt napok keretében, ez a nyílt napok, és most a igen. Nyitott kapuk vannak. Itt a nyitott kapuk, igen. A nyitott kapuk az egy régi rendezvénye az egyetemnek. Ilyenkor bemutatjuk azokat a vizsgaelőadásokat, mert ugye nyilván ezek gyakorló szakok, amelyek nálunk vannak, és a vizsgák azok nem arról szólnak, hogy 3 órán keresztül fegyelmezetten írják a dolgozatot a diákok, hanem különböző előadásokat, zenét, énekes, táncos produkciókat, vagy filmezett anyagokat készítenek, és erre kapnak jegyet. Na most ezek közül a sikerültebbeket, a jobbakat, az ügyesebbeket megtekintheti a nyilvánosság. És bárki, ez a legvonzóbb szerintem egy olyan ember számára, aki mondjuk már tervezi, hogy a Művészeti Egyetemen folytassa igen, tovább, akkor láthatja, hogy majd az izzadságos munka milyen eredmény szül. Igen, igen. Milyen igen. Szakokra nyílik betekintés most a nyitott kapuk alatt? Hát gyakorlatilag minden gyakorlati szakunkra, sőt éppen ma délután zajlik a teatrológián is, ami ugye a színház elmélet szakunk, tehát ott is volt egy nyitott előadás, nagyon érdekes és nagyon sok nézőt vonzó előadás. Tehát nyilván a színészek, bábszínészek,
leszek a rendezős diákjainknak egy-két előadása. A filmfotó média osztálynak a diákjai vetítenek, holnap és holnap után lesz vetítő délután. Izgalmas lehet egyébként, nem egy száraz programra számíthatnak. Igen, és hogy körülbelül, tehát nagyjából minden osztályban, tehát hogy egymást érik a rendezvények, tehát gyakorlatilag, hogyha valaki reggel eljön hozzánk, akkor késő este mehet majd haza, és közben egyik előadásról, produkcióból esik a másikba. Kell előzetesen jelentkezni, vagy bármikor bárki besétálhat, mondjuk, aki érdeklődik? Igen, ez egy jó kérdés. Tehát az az igazság, hogy az elmúlt két évben nem tarthattuk meg ezt a rendezvényünket, és gondolom, hogy a nagy érdeklődés most ennek is köszönhető, hogy két év után végre bejöhet akárki, mert hogy a korlátozások különböző formájúak voltak, tehát hogy csak egy harmada a teremnek, aztán csak a fele a teremnek, aztán kívülről egyáltalán nem jöhetett senki, csak a belső nyilvánosságunk, tehát a tanárok, diákok nézhették meg a saját produkcióinkat. Na, és akkor most akárki jöhet. Nem tudok arról, hogy probléma lett volna. Valakit vissza kellett volna utasítani esetleg. Igen. Lesz lehetőségük egyébként az érdeklődőknek kérdéseket is feltenni, mondjuk a szakemberekkel is beszélni, a tanárokkal? Természetesen, tehát hogy nyilván mindegyik produkció után, tehát mindegyik vizsga után nyugodtan lehet kérdezősködni, esetleg azt is meg lehet kérdezni, hogy hányast kaptak el a vizsgára, tehát hogy mi volt a tanárok, mert hogy nem biztos, hogy a produkcióban a kívülálló ugyanazt értékeli, amit a szakember értékel a produkcióban. Igen. Külön-külön a szakokról mit érdemes kiemelni, hogyha most így felsorolnánk, amiben most betekintést nyerhetnek? Hogy elméleti oktatás van, nyilván, hogy most gyakorlati oktatás van túlsúlyban, de hogy mennyire dominál mondjuk egyes szakokon az elméleti része a képzésnek, illetve a gyakorlati része, hogyan lehetne erről? Hát ezt természetesen mindig keveredésben adjuk át a diákoknak, tehát nyilván a szakmunka, tehát az alkotói folyamat, az nem nagyon működik spontánul, mert hogyha spontánul működne, akkor mindenki magának kitapasztalná odahaza, és nem kellene szakegyetemre járni ahhoz, hogy megtanulja a mesterségnek a különböző titkait, csinyát, binyát. Tehát nyilvánvalóan van elméleti oktatás is, és vannak elméleti vizsgák is, tehát senki természetesen az esztétika, nem elméleti órák, nem, erre nem lehet számítani, tehát például esztétikából a másodévesek azok jól megkínlódnak ezzel a tantárgyal, tehát hogy van nyilvánvalóan elméleti része is az oktatásnak, amit aztán nyilván megnéznek, hogy hogyan működik akkor a gyakorlatban, tehát hogy lehet ezt színpadra vinni, hogy lehet ezt produkcióvá tenni. Az évek előre haladtával az egyetemen egyre inkább kiszélesedett az, hogy milyen szakok vannak, és akkor most már átjárások is vannak a különböző szakok között, szerintem egyre jobban működik az együttműködés. Mire számíthatnak mondjuk azok, akik felvételizni szeretnének, hogy hogyan működnek együtt a különböző szakok? Természetesen együttműködnek, tehát ezt ugye közhelyszerű, és mindig elmeséljük, amikor az intézménynek a múltjáról van szó, hogy a 90-es években úgy kezdett az egyetem, hogy 89-ben 3 darab színészt iskoláztak be, akit hát körülbelül 15 tanár tanított, tehát hogy minimálisnál és minimálisabbra csökkent a diák létszám, és ehhez képest most ugye 200-an szoktak ballagni a magyar karon. Tehát nagyon kiszélesítettük. Igen, tehát hogy az ajánlat sokkal bővebb, de el kell mondanom, hogy ez Gáspári Attila rektorsága ideje
alatt lett elvé, hogy azokat a szakokat indítjuk az egyetemen, amelyek összefüggésben vannak. Tehát egymás munkáját segítik természetesen, mert hogy ilyen formán egy-egy ilyen generációt tudunk elindítani. Tehát, hogyha egy nagyon tehetséges rendező elhagyja ugye az egyetemet, tehát diplomázás után kilép a nagybetűs életbe, és valamilyen szerződést kap valamilyen színháznál, akkor tudja, hogy hol talál egy jó díszlettervezőt, hogy a színészek között hol keresgéljen, kit tud találni, ki az, aki jó koreográfiát tud ehhez szervezni, és nyilván mindezt a filmes világban is ugyanilyen jól ismerik egymást. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek az emberek ismerik egymást telefonszámát, és nagyon jó kapcsolatok alakulnak ki, tehát már tudnak együtt dolgozni. Mit kell tudniuk a jelentkezőknek a felvételivel kapcsolatban? Ugye most már azért erről beszélhetünk. Igen, hát vasárnap 8-án, ugye, május 8-án elkezdjük az ingyenes felkészítőket a minden szakunkon, és hát elég sok mindent kérünk, úgyhogy tulajdonképpen azt javasolnám, hogy az egyetemnek a honlapján nézze meg mindenki, hogy milyen szak vagy milyen szakok azok, amelyek érdeklik, mert hogy nyilván mivel ezek kapcsolatban állnak egymással ezek a szakok, ezért elég gyakori, hogy nem csak egy szakra felvételizik valaki, hanem többre is. Ezt, és majd időközben derül ki, hogy akkor és időközben derül ki, hogy akkor mit szeretne tulajdonképpen. Először is, hogy hova veszik fel, mert nem mindig tudja az ember pontosan, hogy a képességei azok hol a legerősebbek. Tehát nagyon szeret színházzal foglalkozni, vagy nagyon szeret fotózni, vagy nagyon szeret filmeket nézni, vagy filmekről beszélgetni, vagy elképzelni egy-egy történetet, amit filmesíteni tudna, de nem tudja azért pontosan, hogy ezt akkor mint forgatókönyvíró, vagy mint operatőr, vagy mint színész, vagy mint rendező. Tehát, lehet, hogy nem is próbálhatta ki élesbe is. Így van. És ezeken a felkészítőkön, ezeken kipróbálhatja, hogy akkor, tehát szűkítheti az érdeklődési körét, hogy hova akar felvételizni, felvételikor meglátja, hogy a tanárok, ugye, akiknek azért rutinja van abban, hogy valóban van-e valakiben annyi képesség, annyi affinitás a mesterség iránt, hogy érdemes vele foglalkozni, tehát hogy hova veszik fel, és ez után is beiratkozhat 2-3 szakra, aminél aztán általában 1-2-t elhagynak a másodévig a diákok. Mennyi időt tart egy ilyen felkészítő? Illetve az is érdekelne, hogy aki nem vesz részt a felkészítőn, még mindig jelentkezhet a felvételire? Tehát mennyire kizáró tényező? És még vannak-e olyan előzetes projektek esetleg, amik segítik a felvételin a jobb eredmény elérést? Hát igen, tehát gondolom, hogy a fotópályázat versenyünkre gondol. Például vagy, igen. Vagy a zene szakon tanító kollégáknak is van ilyen pályázatuk, ahol bemutathatják a diákok, hogy a középiskolás diákok, vagy más fiatalok, hogy miket tudnak ők, miket képzelnek el ők ebben a mesterségben, vagy a teatrológia szaknak mindig van egy drámapályázat projektjük évek óta. Tehát ezekre nyilván jelentkezhet akárki, akármikor, és megnézheti, hogy akkor a beérkezett pályamunkák közül az övét mennyire értékelik. A felkészítő természetesen nem kizáró tényező, tehát nyugodtan jöhet valaki egyenesen a felvételire, csak éppen azt a tisztázási folyamatot segíti, amiről az előbb beszéltem. Tehát, hogy a jelentkező sem tudja egészen pontosan, hogy mire számíthat, és az az igazság, hogy azért a tanárokat is segíti abban, hogy nem csak egy fél órát látják felvételén az illetőt, hanem hétről hétre azért látják, hogy mennyire fejlődőképes, hogy mennyire tudja elfogadni a tanácsokat, tehát
hogy mennyire lehet vele dolgozni, mennyire fejlődőképes. Tehát a felvételig majd hétről hétre lesznek a felkészítők. Igen, tehát minden nem egy hetes felkészítő, hanem több részletben zajlik. Hát utána a beiratkozási héten, amikor így is úgy is el kell jönniük Marosvásárhelyre, akkor van egy intenzív felkészítő hét, ami azt jelenti, hogy minden nap bejárhatnak felkészítőre. Nagyon szépen köszönöm az információkat, és sok sikert kívánok a rendezvény akadálymentes lebonyolításához. Remélem, hogy minél többen elmennek, akik érdeklődnek, illetve még kiemelném azt is, hogy a Stúdió Színház előadásait mindenképp érdemes látogatni, hogyha már valaki tervezi a jövőben, hogy itt szeretné folytatni a tanulmányait. Köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm.